Jó estét kívánok! Önök az esti közelképet a Debrecen Televízió közéleti műsorát látják. Agrárcsoda. Hadüzenet az egyszer használatos műanyagoknak. Fontos lépés a környezetvédelem és a fenntarthatóság felé vezető úton. Néhány vélemény azok közül, amit az elmúlt hónapokban mondtak a Monostorpályiban kukoricafeldolgozással foglalkozó vállalat újszerű tevékenységéről. A kukoricáról, valamint az ehető tányérról és pohárról lesz szó a következő percekben. Hogy mi közöttük a kapcsolat, elmondja Vaszkó Gábor, a Civita Group vezérigazgatója. Jó estét kívánok, igazgató úr! Jó estét kívánok! No, hát próbáltam én itt ilyen nagyon sejtelmesen beköszönni. Mi van egész pontosan ön előtt, és amiből kaptam én is egy prototípust, egy példányt? Igen, hát a hangzatos címszavak és hívószavak nagyon jó figyelemfelkeltők, hiszen maga a termék, amit gyártani fogunk, az pont olyan figyelemfelkeltő, mint ezek a hangzatos címek. Ugyanis ez egy ehető tányér, amit a kezemben fogok. Ez az ehető tányér arról nevezetes, hogy élelmiszerről beszélünk, és az egyszer használatos műanyagok kiváltására rendkívüli módon alkalmas. Ugyanis mindazt a funkciót betölti, amit egy tányérnak be kell tölteni. Az egyszer használatos tányérokról ugye el kell mondani, hogy egyszer eszünk belőle, és utána eldobjuk. Na most... Műanyagból vagy papírból készültek? Ha műanyagból, rosszabb esetben régen műanyagból készültek, ugye ezek irdatlan mennyiségű szemetet generáltak, és ezekkel a szemét halmokkal egyre nehezebben tud az emberiség megbirkózni. És hát mi Monostorpályban a kukorica feldolgozásra koncentrálva kerestük mi is azt a lehetőséget, azt a választ, amit mi a magunk módján adhatunk erre a globális kihívásra. Most nyilván mi innen Debrecen mellől nem fogjuk tudni megoldani a világ problémáját, de reméljük, hogy egy nagyon pici szeletet azért ki tudunk magunknak hasítani ebből a probléma megoldásból. És hát ezek a termékek... Ez egész pontosan miből Ez a kukorica melléktermékből készülnek, nagyon ízletesek, zamatosak, tehát miután egy töltött káposztát megettünk, vagy egy páros kolbászt erről a tányérról, akkor magát a tányért is meg lehet enni, el lehet fogyasztani, illetve nyugodt szívvel ki lehet dobni, hiszen ez komposztálódik és lebomlik, hiszen 100%-ban kukoricából készül. Mitől ilyen az állaga, ilyen szilárd? A technológia, semmi olyan ördöngősség nincs ebben, tehát ez rendelkezésünkre állt évekkel ezelőtt is, hiszen tudtunk volna ilyen tányért gyártani, csak nem jutott senkinek eszébe, hogy kukoricából gyártson tányért, hiszen igény sem volt rá. Annyira elárasztott minket az egyszer használatos műanyag, és olyan olcsón, hogy nem, ez nem lehetett alternatívája azoknak a termékeknek. Viszont most, hogy nincsenek, de valamiből az... Kivonták, ugye? Kivonták, tehát most már nem is lehet ilyet kereskedelmi. Egy olyan piaci rés keletkezett, ami szembe jött velünk, igazából csak észre kellett venni, és mindazt a létező tudást gyorsan összekötegelni, és egy irányba állítani minden ilyen lehetőséget, minden ilyen vektort, és létrejött ez a termék, ami hát azt gondoljuk, hogy a cégünk életében is egy korszakváltást fog okozni, hiszen azért ezeknek a termékeknek a piaca, mondhatni, ami méreteinkhez képest végtelennek tűnhet, meg tűnik, de a mi példánkon felbuzdulhat esetleg más gyártók is, külföldiek. Nem gondolom, hogy a tengeren túlra majd milyen tányérokat fogunk exportálni, hiszen akkor az ökológiai lábnyom a szállítással már ezeknek a termékeknek sokkal nagyobb lesz, mint ha itt helyben gyártottan, és itt a környékbeli országokat, a Kárpát-medencét ellátva, ezt tűztük ki célul, hogy ezekkel a termékekkel mi a Kárpát-medence fogyasztóit szeretnénk elsősorban ellátni. Persze a kezdeti időkben nem fogunk elzárkózni attól sem, hogyha távolabbról érkeznek megkeresések, volt már ilyen, tehát Svájcból is kaptunk megkeresést, szeretnék forgalmazni ezeket a termékeket, akkor állunk elébe, persze. De hosszú távon azt gondoljuk, hogy ennek lokálisan van jelentősége. Milyen volumenről beszélhetünk, mennyire képes ez az üzem, és hogyha még azt elmondaná, hogy mielőtt nem alkották meg ezt a tányért ebből a bizonyos kukorica melléktermékből, addig mi történt azzal a melléktermékkel a korábbi időkben?
Ez a mellék, hasznosult, igen, nem hasznosult? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, mert ez egy olyan többlet feldolgozásból származik ez a melléktermék, ami ha nem lenne, akkor az kukorica formában hagyná el az országot. Magyarországon több kukoricát tudunk termelni, mint amennyit felhasználunk, és nyersanyagként exportálnánk akkor ezt a kukorica mennyiséget. Ha ezt tányérként exportáljuk, azért ez egy lépéssel már nagyobb hozzáadott értéket jelent a nemzetgazdaság számára is. Úgyhogy mindenképpen megéri, hogy ilyen tányért és poharat, egyébként poharat is akarunk gyártani. Ez egyébként az a lisztkeverék, amiből ezt készült ez a tányér, az takarmányipari célokra hasznosul. Egyébként igen. És hogyha ezt megesszük, ha mondjuk beletesszük az ételt, akkor átveszi, nem tudom, hogy milyen ízű, cukros, sós, semleges? Semleges, mint egy ilyen mindenféle fűszer nélküli ropogós, mint egy ropi, csak akkor csak ez a belé helyezett étel ízét, minőségét, állagát? Hát olyan kevés ideig van benne az étel, hogy nem tudja átvenni. Most nyilván fél napig benne hagyjuk, akkor valamilyen íz átoldódhat. Mi nem éreztük, tehát a próbák során saját kísérleteink és a saját organoleptikus kísérleteink során ezeket nem tudtuk. Honnan jött az ötlet, Vaszkó úr, egyáltalán? Hogy akkor ez ne kukorica lábon hagyja el a üzemet, hanem egy feldolgozott, magasabb hozzáadott értékű termékként. Hát igen, mint említettem, mi folyamatosan innoválunk, és rengeteg ötletünk van, hogy lehet minél nagyobb feldolgozottsági szintet elérni a termékeinknél. És amikor a szántóföldről bejön hozzánk a kukorica, akkor már előtte is mi gyártottunk ugye malomipari termékeket, lisztet, kukoricadarát, ez puliszkadarát, elsősorban kukoricaolajat, és hát száraz tésztát, a kukoricalisztből száraz, gluténmentes száraz tésztát. És az ötlet pedig maga a műanyag helyettesítők kiváltására szolgáló ehető tányér ötlete az egyik Farmer Expo kiállításon hasított belénk, amikor nagyon rossz érzés kerített hatalmába minket a eldobható kávés poharakat látva, hogy délre a kis szemetes kuka, amit arra használtunk, hogy majd nap végén kiürítik a személyzet, az már délre megtelt. És igazából fölöslegesen, mert hát csak egy kávét ittunk belőle. Na most a legutolsó kiállítás volt Budapesten, egy Planet fenntarthatósági kiállítás, ott már ezt ehető pohárból ittuk a kávét, és nagyon jó volt látni azt, hogy a tárgyaló partnereinkkel közösen megittuk a kávét, és elropogtattuk a poharat. Egyébként még jól is esett hozzá, hogy utána még a beszélgetés és a tárgyalás során még szépen a kávés csészét vagy a kávés poharat is megettük. És így nem került a szemétbe, de persze kerülhetett volna oda is, mert akkor se lett volna vele. Na pont ezt akarom kérdezni. Mi van akkor, hogyha nem vagyok éhes, és mondjuk csak a kaját eszem belőle, nem akarom ezt megenni, se a poharat, se a tányért, akkor egyszerűen kidobom, akkor mi történik vele? Hát én ezt úgy tudom elképzelni, hogyha az ember egy fesztiválon van, és megeszi a belőle azt az élelmiszert, amit, vagy azt az ételt, amit kért, utána, ha összetördeli és szétdobáljak, ezek a madarakat lehet etetni vele, és ezt felcsüpegetik, tehát felcsüpegetik a madarak, hiszen ez kukorica, imádják. Ha meg nem, akkor az első eső után ez elbomlik, komposztálódik és lebomlik 100%-ban. Ennek mennyi az időtartama, amíg egy ilyen mondjuk eltűnik, hát mondjuk jó nagy zápor esetén, vagy ilyen havas télies időszakban? Hát ezek a kísérletek folynak, hogy a különböző környezeti hatásokra milyen hosszú idő, mire teljesen eltűnik, vagy komposztálódik, és hát a növények által hasznosítható tápanyag lesz belőle. De hát optimális esetben azért hetekről beszélünk, nem évekről, igen, tehát ez éven belül mindenképpen újra tud hasznosulni. Említette, hogy Svájcból már van érdeklődés, hol lehetnek azok a piaci szegmensek, ahová betörhet mondjuk ez a termék, és nagy biztonsággal válthatja ki a már nyugdíjazott egyszer használatos műanyagokat? Én azt gondolom, hogy a rendezvények egy ilyen helyszín,
ugye a rendezvényeken, ahol nagy tömegeket kell kiszolgálni rövid idő alatt, nincs arra mód és nincs arra lehetőség, hogy ezt elmosható tányérral tegyék, hiszen a mosogató kapacitás. Sok esetben olyan rendezvények vagy olyan fesztiválokról beszélünk, ahol a vízkiépítés is gondot okoz, hogy egy mosogatógépet ellásson, és hát az óriási kapacitást kellene kiépíteni, hogy ne egyszer használatos evőeszközökkel, tányérokkal, poharakkal dolgozzanak. Úgyhogy a legnagyobb részt azt én a rendezvény és a horeka piac. Az nyomott esetleg a svájciaknak, letelt az időnk, nyomott a svájciaknál valamit alatban az, hogy ez GMO-mentes kukoricából készül? Hát azon túl, hogy GMO-mentes, még magas rostartalmú is, tehát egészséges termékről beszélünk, ez külföldön fontosabb. Ugye mi Magyarországon el vagyunk kényeztetve, hogy szinte minden élelmiszerünk, meg minden itt termelt élelmiszerünk GMO-mentes. Ez nyilván külföldön nincs így. Úgyhogy igen. Akkor az ott egy rövid plusz, válasz, egy igen. Plusz ez egy plusz, ez egy plusz pont a termék mellett. Sőt, még gluténmentes is a tányérunk. Egészséges is. Baszkó, nagyon szépen köszönöm, hogy elhozta, bemutatta nekünk ezt. És hát sikereket kívánok, hódítsák meg a svájci, meg aztán szép lassan itt a többi piacot is. Köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm szépen.